Folytatásban a közelgő Szépasszonyvölgyi pince túráról beszélgetünk, előtte azonban mutatjuk a legutóbbi szüreti mulatságról készült összefoglalónkat. Lássuk! Rozéval most Franciaországban nyertünk egy nagy aranyérmet. A másik pedig akkor egy írsai olivér lesz a másik pohárba, ez pedig egy berlini aranyérmes borunk. Menetlevélbe gyűjtötték a pecséteket a Szépasszonyvölgyi pincetúra résztvevői. A vállalkozó szellemű jelentkezők a kóstolás mellett próbára tehették tudásukat és ügyességüket, így például a borkészítés folyamatával is megismerkedhettek. A szikét akkor ezt kipréseljük, aha, és gyakorlatilag a préslé belekerül a hordókba. A környékbeli látogatókon kívül Pest megyéből is érkeztek családok. Gyerekbarát, családbarát, nincs nagy tömeg. Szerintem ez klassz, úgyhogy fogom nézni legközelebb is a programajánlót, hogy az ország melyik részére érdemes eljönni, mert Magyarországon mindig vannak felfedezésre váró szép vidékek, meg klassz helyek, úgyhogy Egerben mindig nagy szeretettel, meg szívesen jövök. Az egyes borászatok más-más feladatok elé állították a pincetúra résztvevőit. Négyféle szőlőt láttok a képen, esetleg, hogyha meg tudnátok tippelni, vagy hát nem is tipp, hogy milyen szőlőfajta. A szüret, illetve pince látogatásokhoz kapcsolódó játékokon nagyobb baráti társaságok is szívesen vettek részt. Minden pincészetnél kapunk egy szöveget, és azt kell ugye megfejteni, hogy nagyjából körülírják, hogy milyen témába kapcsolódik ez az egész. És igazából minden keresztelőtvének van egy ugye végeredménye, és ki fog jönni valamilyen, nem tudom, lehet, hogy valami borfajta, és azt kell majd, ha jól tudom, leadni, és ez ilyen sorsoláson fog részt venni. A program szervezői a családosokra is gondoltak, így a gyerekek például népi fajátékokat próbálhattak ki, amelyek a szülők körében is népszerűnek bizonyultak. Népi fajátékok vannak, ugye meg elkészült tavaly a játszóterünk, tehát eleve a családosokra mindig gondolunk, mert sokan jönnek így egész napra a völgybe egyébként is. Szeretjük a gyerekeket, ezen kívül van egy őszi szöszmötölő, úgynevezett kis kreatív sarok, ahol moderátor segítségével mindenféle őszi témájú kreatívokat készítettek a gyerekek, és a felnőttek is, csak mindig kérem, hogy hagyjanak helyet a gyerekeknek. Az őszköszöntő képzőművészeti forgatagban pedig főként egri kötődésű alkotók munkáival ismerkedhettek a látogatók. Én úgy neveztem el, hogy őszköszöntő szüreti forgatag, képzőművészek mutatkoznak be az Agria Park Galéria képzőművészei és Lendő képzőművészei, és minket a Borászok Egyesülete Tarnai Éva vezetésével ők hívtak meg erre a programra. Látták, hogy a dobótéren is milyen jól sikerült, és gondoltuk, hogy ezt a teret itt szintén be tudjuk szépen lakni, és örömöket okozunk az embereknek. Egyre nagyobb az összetartás, egyre erősebb köztük a kapocs, tehát a hétköznapokban is tartják a kapcsolatot, segítik egymást, ami annó 10 évvel ezelőtt ez volt a célom, hogy a művészek is szeressék egymást, és erősítsék, és tartsanak össze, és nem harcolásról kell, hogy szóljon, hanem együttműködésről, szeretetről. A kóstolások közben a játékos feladatok megoldásával gyorsan gyűltek a pecsétek. A menetlevél, ez a túraútlevél, ami tartalmazza az összes állomást, ahol
bizonyos tematika szerint összeállított borokat kóstolhatnak meg, minden pincébe egy-egy tételt. Idén szüreti játékokkal egészítettük ki, szüreti témájú, tehát dugó dobálás nálunk, például az ostorosnál a vörösbor készítés technológiát kell összerakni. Ez nem egyszerűek, de elég szórakoztató. Logózott poharat kapnak a meg itt minket felkereső túrázók, és ebben a pohárban, mert egy 2021-es idei is a Jolivér van, már elkészült a bor, és lehet is kóstolni. Már jó idejében elkezdtük a szervezést, körülbelül 2 hónapja, és azzal a nehéz teherrel a fejünk fölött, hogy vajon a járványhelyzet úgy alakul, vagy nem, hogy megtartható lesz a rendezvény, vagy nem. De hál' Istennek, hogy sor került rá, és még az időjárás is nekünk kedvezett, úgyhogy napsütéses időnk lesz. Elég sokat dolgoztunk rajta, ugye nagyon szűk költségvetésből gazdálkodunk, de hát mondom, ezt mindenki elmondhatja, aki idén rendezvényt szervez, de azt gondolom, hogy egy nagyon gazdag és jó, kellemes napi programot sikerült összeállítanunk. A pincetúra levezetéseképpen a kézműves termékek vásárában mindenki megtalálhatta a kedvére való ajándékot, vagy épp használati tárgyat.